A múlt héten kiveséztük, hogy mennyire ellentmondásos a kormány járványügyi kommunikációja. Hiába mondják, hogy a kormány világos álláspontot foglalt el, szerintünk nem fér bele, hogy a kormány képviselője minden kérdésre csak annyit tud válaszolni, hogy nem fogom tudni megmondani. Sőt, egyre kevésbé világos, hogy tulajdonképpen már minden oké, okay, vagy továbbra is köztünk jár a veszélyes vírus. Strandolni már szabad, de tüntetni nem, mert járvány veszély. Hogy van ez, és mit lehet tenni ellene? Erről lesz szó a mai szabad Infoban. Ha a kormány intézkedéseit nézzük, akkor egyszerre lehet az az érzésünk, hogy a végítélet előtti utolsó pillanatban vagyunk, és az is, hogy elvonult a vihar, felsütött a nap. Vidéken az élet már majdnem visszazökkent a rendes kerékvágásba. Nyitva a boltok, a strandok, nem sokára a vendéglők is, nincs kiárási korlátozás. Bár Müller Cecília heteken keresztül elmondta, hogy itt vagyunk az utolsó órákban, amikor átléphetünk egy tömeges megbetegedés irányába. Meg hogy áttérhetünk nagy valószínűséggel a tömeges megbetegedésekre. Valamint hogy lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába. Most már ő is átállt a győzelmi kommunikációra. Magyarországon, a környező országokhoz, Európához, de az összes egyéb, tehát lehet mondani azt, hogy az egész világhoz képest, hiszen pandémiáról beszélünk, egy nagyon sikeres járványkezelés zajlott mind a mai napig. Hogy valóban eredményes volt-e a járványkezelés, az ugyan kérdéses, mert az országban nem teszteltek tömegesen így nem tudhatjuk valójában hány fertőzött van. De most már legalább zajlik egy reprezentatív felmérés, aminek az eddigi adatai szerint a társadalom mindössze 6 ezreléke kapta el a fertőzést. A vírus reprodukciós rátája leesett, és a járvány az gyakorlatilag megszűnt, de a járvány veszély az nem múlt el. De ne felejtsük el, a kormány a járvány hivatkozva különleges jogrendet vezetett be, és tart fenn a mai napig kiiktatta az országgyűlést, és így szabadon írhat felő törvényeket, ami egy demokratikus jogállamban csak nagyon kivételes helyzetekben indokolható. Ráadásul a felhatalmazási törvényel határozatlan időre vezették be ezt a különleges állapotot. És hogy mikor lesz vége? Amíg tehát ezek az intézkedések szükségesek, és amik ezeket fenn kell tartani, addig nem vitás rendkívül jogrend is fenn kell tartani. Egy nappal sem szeretnénk tovább fenntartani, mint ahogyan az indokolt. De akkor most indokolt, vagy nem indokolt? Ha lehet vendéglőbe meg strandra menni, akkor a parlament is ülésezhet, és már nincs szüksége a kormánynak a rendkívüli felhatalmazásra. Igaz? A veszélyhelyzet végén, amikor önök erről így döntenek, minden jogkört hiánytalanul fogunk visszaadni. Várjunk egy percet! Miközben a parlament a járványhelyzet miatt elvileg nem tud ülésezni, valójában folyamatosan dübörög a törvénygyár, és a jól ismert módon futószalagon fogadják el a legkülönbözőbb javaslatokat, színházak és gyárak elvételétől kezdve. A transzneműek jogi ellehetetlenítésén át a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést sürgető Isztambuli Egyezmény elutasításáig. A kormány tehát kettős játékot űz. Egyfelől azt üzeni, hogy a járványnak vége, a korlátozások feloldhatók, másfelől pedig a legalapvetőbb szabályokat függeszti fel, és a legalapvetőbb jogokat korlátozza. Az utóbbi hetekben például több autós tüntetést is szerveztek ellenzéki politikusok. Oké, most hagyományos gyűlést nem szabad tartani, de ha az emberek egymástól elkülönülve, az autóikban ülve fejezik ki a véleményüket annak, mekkora járványügyi kockázata is van. Úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy melyik az erősebb jog, az inkább védendő érték. A szólásszabadság, vagyis az, hogy az emberek élhessenek az egyik legalapvetőbb jogukkal, és kifejezhessék a véleményüket, vagy a járványvédelem formális betartatása hiszen az autóikban ülő demonstrálók nyilvánvalóan nem jelentettek járványügyi kockázatot, tehát a járvány miatti korlátozások lényegét nem sértették meg. De persze a rendőrök nem hagyták szó nélkül a dolgot, ráadásul minden héten mások miatt vették elő a tüntetőket. Előbb arra hivatkoztak, hogy indokolatlan hangjelzéssel megsértették a Kreszt. Bementem a, a körforgalomban, nyomtam a dudát, abban a pillanatban letereltek onnan, és közölték, hogy a körtorületen belül indokolatlanul használtam a hangjelzést, és ö, feljelentettek. Majd a kiállási korlátozás megsértése, legutóbb pedig a tüntetési tilalom megszegése miatt bírságoltak. Közben az egészségügyben tovább zajlik a kapkodás. Május 8-ától egy aznap kiadott rendelkezés szerint csak két budapesti kórházban látnak el koronavírusos betegeket, az egész országból ide kell szállítani mindenkit, akit csak lehet. Pedig milyen elégedett volt a miniszterelnök a Kiskunhalasi Konténer Kórházzal? Elkülző. Hát így gondoltam én, hogy így kell kinézni, hogy Vajon ugyanannyira elégedett lenne a korányi kórházzal is, ahol a szobákba csak kempingvécéket raktak, amiket aztán napokig nem ürítettek, és a kukákat nevezték ki, személyre szabottan fertőtleníthető mosdót állnak? Foglaljuk tehát össze. Van akut járványhelyzet az országban? Igazából nem tudhatjuk, mert a kormány továbbra sem árulja el a tényleges adatokat, de mindenjel arra utal, hogy nincs. Ennek ellenére a kormány úgy csinál, mintha veszélyhelyzet lenne és gúzsba köti a jogállam maradékát is? Igen. A parlament helyett hoz döntéseket, noha a parlament képes ülésezni, és nem lehet tüntetni, vagy adatot igényelni sem. Az egészségügy továbbra sem nyújt ellátást azoknak, akiket egyik napról a másikra kiraktak a kórházakból, a nem létező és azóta sem jelentkező koronavírusos betegek kedvéért? Igen. És a jogsegélyszolgálatunkra érkező esetek közül sokban az ellátás nélkül hagyott betegek meg is haltak azóta. A felszabadított ágyak ellenére a kórházban levő koronavírusos megfigyelteket balkáni körülmények között helyezik el? Igen. Miközben a Kiskunhalasi Konténerkórház, amire olyan büszke volt a miniszterelnök, például teljesen üres. Szóval a kormány lubickol abban, hogy a neki kellemetlen szabályokat kiiktatja, miközben ugyanazt csinálja, mint korábban. Aki nem akar kérdezni, aki nem szólal fel az irracionális jogkorlátozások ellen, csak kifeküdne a strandra vagy lemenne a Balatorra, annak minden szabad. Ám ha valaki azt szeretné megtudni, hogy miért van felfüggesztve a jogállam, ha igazából nincs is veszély, ha zavarja, hogy kifosztják az önkormányzatokat és alapvető jogokat korlátoznak, vagy egyszerűen csak a rossz kor volt rossz helyen, és ezért félbeszakították az egészségügyi ellátását, az a rendszer ellensége és kusa neve. Folyamatosan dolgozunk azért, hogy ez ne legyen így. Ezért kínálunk segítséget a tüntetőknek és ezért indítjuk el hamarosan az egészségügyi ellátás nélkül hagyott emberek pereit. Ezért írjuk a TASZ.hu koronavírus oldalra folyamatosan frissülő tájékoztatóinkat, és ezért készítettünk részletes, alapos háttéranyagot az önkormányzatok lehetetlen helyzetbehozásáról. Nekünk minden kérdés ugyanolyan fontos. Ha kérdésed van, keresd ingyenes jogsegélyszolgálatunkat a jogsegélykukat címen. Ehhez az óriási munkához szükségünk van a támogatásodra. Támogass minket, hogy a rendkívüli helyzetben is biztonságban érezhess magad.